Hatalmas vihar söpört végig a városon, ökölnagyságú jég hullott, amely tönkretette az autókat és a tetőket, többen megsérültek. Az, hogy a jégeső mekkora kárt okozott a településen, csak reggel derült ki. A házam tetején 50 cserepet tört össze a jég, a szomszédnál 200 cserepet, úgyhogy egész éjjel azon dolgoztunk, hogy lecseréljük a cserepeket. Meglepő és sokkoló volt, ki akartam szaladni, hogy valamennyire mégis megvédjem az autómat, de amikor láttam, mekkora jég esik, úgy gondoltam, nem ér annyit, hogy megsérüljek, és bent maradtam a házban. A fiammal fent vagyunk a tetőn. Nincs se szabad munkás, se cserép, meg ilyen melegben senki se akar dolgozni, úgyhogy mi csináljuk. Nem ez az egyetlen épület, amit helyre kell hoznunk. Itt 5-600 cserép van, amit ki kell cserélnünk. A katasztrófa után a helyi önkormányzat dolgozói fogadták a kárbejelentéseket. A válság törzsülésén elmondták, 31 ember sérült meg, főként fej- és kézsérüléseket szenvedtek. De a legnagyobb az az anyagi kár, ami az autókat és az épületeket érte. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a törvényes keretek között, hogy biztosítsuk az anyagi eszközöket a szerb kormánnyal együttműködve, amellyel segíthetünk a polgárainknak. A jégeső okozta pusztítás mértéke csak azután derül ki, miután az erre illetékes bizottság felméri a károkat.